megadom a szót 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. 1993. december 12-én délután 4:30-kor dr. Antal József, a kommunista diktatúra utáni első szabadon választott miniszterelnök, a rendszerváltoztatás kormányfője itt hagyott bennünket. Saját felelősségére orvosai tiltakozása ellenére tért vissza a kölni gyógykezelésről, hogy teljesítse küldetését. Súlyos betegsége miatt halála nem volt váratlan, mégis hihetetlen megdöbbenést, leírhatatlan fájdalmat keltett emberek millióiban a Kárpát-medencében és egész Európában. Pótolhatatlan veszteség érte a magyar nemzetet, a kereszténydemokrata, konzervatív, nemzeti liberális politikai erőket a transzatlanti térségben, és minden demokratát az egész világon. Ravatalánál tízezrek róták le kegyeletüket, és százezrek kísérték utolsó útjára december 18-án a Fiumei úti nemzeti sírkertbe. Antal József az 1990. április 8-i választási győzelem után azt mondta, kamikáze kormányt alakít, mert a diktatórikus rendszerből parlamentáris demokráciát létrehozni, a működésképtelen szocialista tervgazdaságból szociális piacgazdaságot teremteni, a végletekig eladósodott, elszegényedett országban az embereknek jólétet, biztonságot garantálni, csak az egész társadalmat kíméletlenül igénybe vevő átalakítással lehet. Ugyanakkor valami titokzatos módon megsejtette, hogy személyesen is a rendszerváltoztatás mártírja lesz. Amikor belépett elődje Németh Miklós parlamenti dolgozószobájába, azt mondta, maradjon minden a helyén, nem kell időt és pénzt pocsékolni átalakításra, csupán egy gróf Batthyány Lajost ábrázoló festményt hozzanak a múzeumból, és akasszák fel a hosszú fal közepén. Az 1848-as mártír miniszterelnökét. Antal József nem csak ismét megteremtette a parlamentáris demokráciát Magyarországon, elindította a szociális piacgazdaság kialakítását, hanem belevágta a fejszéjét a legnagyobb átalakításba is, a kádári agymosáson átesett, kommunista internacionalizmus talaján felnőtt, megfélemlített népből ismét keresztény értékrend alapján álló nemzetet teremteni. Történelmet írt, amikor az MDF harmadik országos gyűlésén 1990. június 2-án kijelentette. Érzésben, lélekben 15 magyar miniszterelnöke kívánok lenni. Sütő András azt mondta Ravatalánál, senki, aki utána jön, senki, aki a nyomába lép, ezután meg nem kerülheti őt abban, amit a határon kívül élő magyarságért cselekedett. Mi is az ő nyomdokában járunk, amikor elkötelezetten harcolunk a magyar nemzetet határokon átívelő újraegyesítésért, az elszakított nemzetrészek szülőföldön magyarként boldogulásáért, a teljes magyar nemzet felemelkedésére a Kárpát-medencében. Küzdelmünket azonban megosztottság nehezíti saját sorainkban. Megosztottság a mai Magyarország határain belül, megosztottság a külhoni magyarok soraiban. Ezt halljuk a parlament falai között, ezt halljuk a magyar állandó értekezleten és a Kárpát-medencei magyar képviselők fórumán. Pedig már többször elhangzott a figyelmeztetés, az erősek összefognak, a gyengék szétfullanak. Jó lenne megfogadni Böjte Csaba atya példabeszédét, aki fenn a Hargitán egy gyorsfolyású hegyi patak partján sétálva látta, hogy a tiszta vízbe hulló faleveleket az okos kicsi patak a kanyarokba szépen kiteszi a parti kövekre, és tisztán szalad tovább. Így kellene cselekedni nekünk is, embereknek, mondta Csaba testvér, a sérelmeket, haragot, gyűlölködést vessük ki lelkünkből menet közben, és szeretetben, egyetértésben haladjunk tovább. Így messzebb jutunk, és sikeresebbek leszünk. Nekünk is, magyar politikusoknak, a kanyarokban kell hagynunk az egymás iránti haragot, a meg nem értést, a felesleges rivalizálást nemzetpolitikai kérdésekben. Ilyen kanyarnak tekinthetjük az adventi várakozásban a karácsonyt, de ilyen lehet a jövő évi országgyűlési választás is.
Miközben emlékezünk Antall Józsefre, a rendszerváltoztató miniszterelnökre, legyünk hűek az ő politikai hagyatékához, a 15 milliós magyar nemzet határokon átívelő felélesztéséhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm.